Nagyon jól sikerült az új Sonic Speed Simulator-os update, és elvileg a legközelebbi az Arsenal piramid lesz. Az én célom az, hogy ha itt nem is tudom most feloldani, de nézzük meg, hogy milyen volt régen a Sonic Forces-ban. Az emlékeim nem csalnak, majd fel kell lesz itt boostolni double boosttal és nagy előrehaladással a tetejére, és ott majd be is zuhanni. De lássuk meg, hogy valójában milyen volt. Emlékeztek erre a főmenü zenére, meg hogy így forgattuk a világot, még pályára megyünk. Na akkor válasszuk ki, azt mondja, hogy azt hiszem a 10 alatti az Arsenal, a 7-es számú Green Hill-en belül az Arsenal piramid, és ahogy jelzi itt, hogy sárga és narancs, ott a karika, az azt jelenti, hogy akkor két karakter is fog itt nekünk szerepelni. Az én legjobb időm az 1.24, ami itt meg is mutatja, hogy milyen rövidek a pályák. Az avatáromat, hadd nézzem már meg, ez volt az avatárom, amivel játszottam. Oké, nézzük a collection, kik voltak itt, mik voltak. Hát egész jók, vagy várjál, ezek csak a fejlődések miatt voltak szerintem. Ez a sárga volt olyan szuperszonikus, a zöld, hát jó. Jó, szerintem megyünk ezzel akkor, amit itt hagytam. Szerintem azzal fogok menni. A Wispnek meg ez legyen a... Hát vagy van egy ilyen rendszer, hogy rentál avatar, itt ki lehet bérelni valakit, akit ad. XX Mad Max F22 XX, ő az, akit kidobott a játék. Jó, jöhet kölcsönzés, és akkor menjünk a játékba. Green Hill Arsenal piramid, amely nem fogunk végig boostolni, hanem megnézzük, milyen az a piramisos helyzet, akkor itt már is lehet szedni, de a boostot kellett volna nyomni, mert hát itt erről szól az a játék, hogy gotta go fast, várja oda melyik is a... Igen, mondjuk homing attack oda, nézzük ez a boost a nézette. Jó, aztán mehetünk Sonic-kal, illetve át lehet váltani, amikor, ja, igen, ez a lövés, ami van ennek a karakternek, de akkor az az enyém, ez pedig amit kölcsön kértem, ez a Burst Wisp. Jó, fel tudunk ide burstölni, vagy pedig szépen végig kihasználni ezeket a grapplöket, és az ellenfeleket így egyszerűen legyőzni. Hát igen, ez az az egyszerűség, ami ott volt. A drift is ilyen automatikus, és itt van a Double Boost. Na gyerünk, akkor aktiváljuk, és akkor nagyon király a zene, de egyébként az Arsenal piramidnak alapból is nagyon jó a zenéje, csak ez itt így, hát azt mondom, közbeszól, de mégis ez a főcímdal így akkor elveszi annak a zenének úgy az értékét. Itt akkor építkezés közben van ez az Arsenal piramid, úgy látom, és a tetején tényleg egy ilyen lyuk, amiben jól emlékeztem, bele lehet így zuhanni. Itt akkor a zene megváltozik, illetve nekünk, hát vannak ezek a gyűjtenivalók, amit időre kell gyűjteni, de nem az a lényeg, hanem bejöttünk akkor ide, ahol ilyen fogaskerekek vannak, ellenfelek. Ja, és itt volt ez a nem is tudom melyik nevű, az a Wisp, a sárga, ami a Lightspeed Dash-sel így végig tudtunk volna menni. Az lehet visszajövök akkor egy másik olyan Wisp-ponnal, tehát a avatar hozhat egy fegyvert, és akkor azt a fegyvert ki lehet használni, a burstöt tudja ez, amit én hoztam, a burstöset, ezt is jól így ki lehet használni, és akkor vele, hogyha belemegyek így a karikákba, a bursttel, akkor tovább visz, és így viszonylag egész gyorsan végig tudok haladni azokon a kihívásokon, amik ott vannak lentebb, de egyébként azzal is meg lehet csinálni, csak akkor le kell győzni az ellenfeleket, úgy emlékszem, hogyha itt lent vagyunk, nézzük meg, vagy itt ilyen platformer kihívás van. Igen, akkor ilyen platformosok vannak, de a leggyorsabb, ha jól tudom, akkor az az, amikor mi megyünk azzal a lightning visponnal, amikor az a villámosal, az a light speed dash-t használjuk, az szerintem a legerősebb és a leggyorsabb. De hát ez a boostos játékokban tényleg ez így rendkívül egyszerű, mert rajta tartjuk a négyzetet, és végig boostolunk, és ennyi, látod most? Akkor átveszek valami másik ruhát, még ruha, hát azért csináltam pár jobb ruhát is legyen, most akkor ilyen, mert ilyen sárgással akkor megyek, és akkor a Wisp-nál pedig kiválasztom, akkor a Lightning Wisp, vagy melyik volt ez a, jaj, a Lightning. Jó, akkor felmegyek, itt a legtöbb olyan extra képességet adja, az a burstös, itt a Lightning,
Hát szerintem most mindegy, melyikről válasszuk ezt, és akkor ezzel a karakterre megyünk, ha már nem olyan sárgás, mondjuk az Avatar Collection-nél, akkor kiválasztjuk mondjuk a, mondjuk akkor ez így legyen. Így ni, és ezzel tudunk akkor menni az Arzenál piramidon, megváltjuk akkor másodjára itt, akkor ott belül milyen lesz, mert ott igazából bent gyorsít minket, egyébként kívül nem nagyon, tehát ott, ott igazából anélkül is el tudunk jutni egész gyorsan, ott kell egy támadás elejére, egy homing attack, drop, és aztán nyomjuk tovább, úgy bele, itt már is itt vagyunk egyből a driftes résznél, és a double boost, mire a 21. másodpercig, szerintem 20 másodperc alatt is meg lehet azt csinálni. A double boostnál ez itt fix az idő, hogy mennyi, mennyi ideig tart, tehát itt hiába spammelek, vagy hiába megyek, de itt akkor így fel kell jutni, tehát itt nem alul van a belépés, úgy ahogy a Sonic Speed Simulatorban, hanem itt oda fent, de akkor lehet időben máshol vagyunk, és később került ide fentre akkor ez a nyílt helyszín, viszont akkor mi megállás nélkül fentebb és egy kicsit balra, a balra az nem volt elég gyors, és akkor itt a háromszöggel lightning végig, belevisz minket egy újabb lightningbe, és megint rajta tartjuk, ezzel így rendkívül gyors, hát meg olyan hatékony is, tehát hogy ennyi gyűrűt összeszedni, tudod, azért elég sok, és észrevehetjük, hogy akkor hasonlóképpen oda érkeztünk, ahogy a burstös, csak hát ott úgy leugrottam, aztán valahol itt ugrottam le, de egyébként látod, akkor a burstel is ugyanoda jövünk ki, hogyha Sonic előre nézett volna, oda szaladott, és akkor zuhanunk úgy lefelé, aztán pedig csak be kell menni, hát jaj, én arra gondoltam, hogy úgy előre felé néz Sonic, és akkor boost egyenesen, de hát így 2 perc egy alatt sikerült ezt teljesíteni, és akkor ez egy áramtret, ami egyáltalán nem éri meg, hogy árangot adott volna. Ahol pedig ez van, az itt a Green Hill Lost Valley című pályán, ide lehet nekünk akkor jönni. Lost Valley az a helyszín, ami az első pálya, és ahol az Arzenál piramid ott van a Sonic Speed Simulatorban, megyek akkor Shadow-val teljesítsük, hát ez a legelső pálya, úgyhogy ez tényleg rendkívül egyszerű. Na de akkor nézzük meg Shadow-val mi a helyzet, hogy mehetünk ez a csúszkálás. Mert szerintem ő lesz odabent, vagy őt oldhatjuk fel, nem tudom hány hetet kell még várni. Annyi viszont biztos, hogy amit elhoztak Android Shadow, az nagyon jól sikerült az animációkat tekintve, illetve akkor úgy az előre haladásban is jó volt a feloldás, de az még a régi 1.0-ás Sonic Speed Simulator volt, most már elvileg akkor a Reborn verzióban vagyunk. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy akkor hogyan fog megváltozni így a heti dolgok, hogy akkor most hogy oldjuk fel mi azokat a karaktereket, milyen küldetések, hogy lesznek, boss fightok esetleg, vagy valami más érdekességek. Annyi biztos, hogy Shadow az érkezni fog, tehát ha az Android Shadow-t elhozták, elhozzák majd a sima, vagy így a fő Shadow-t is. Azért, mert hát az csak a textúrákat kell lesz majd lecserélni, mert teljes mértékben készen van. Úgyhogy azt már várhatjuk sok-sok szeretettel. Úgy bizony a boostolás itt végig, de csak Shadow nem is mozdul, egy lábon nyomta ott végig. Hát igen, és akkor ezzel valami másfél perc, rendkívül egyszerű, jó első pálya, de akkor is azért 1.22-re így teljesíteni lehet, és akkor ezzel pedig, hát egy áron, majdnem egyes rang, de Shadow-val mentünk akkor egyet. Már várom, szombaton elvileg érkezik valami újdonság, ha minden igaz, találkozunk remélhetőleg ott is, vagy pedig a holnapi videóban 3 órakor.